ez a szenzor, és méri a véncukromat 5 percenként. És most mit mutat? 5-5, és egyen megy le. Egy szenzor 5 percenként jelzi, hogy éppen mekkora a vércukor szintje ennek a kislánynak. Alma a telefonjáról leolvashatja a számokat, és már profi módon tudja, hogy egy-egy érték mit jelent számára. A napközis diabétesz táborban a gyerekek számára megszokott, hogy szinte mindenki ilyen készülékkel érkezik. A lényeg, hogy nagyon jól érzik magukat. Volt a happanti, vízzel, voltunk a vadasparkban, és nagyon jó itt lenni, ment játszunk a többiekkel. Komoly ellenőrző diétára és folyamatos vércukormérésekre van szüksége a diabétesz tábor mind a 22 résztvevőjének, ezért szakemberek felügyelnek a gyerekekre. Reggel 8 és 4 óra között szigorú napi rendjük van a táborozóknak, de ez nem zárja ki, hogy igazi élmény legyen nekik az együttlét. A tábor azért is fontos, mert van olyan kisdiák, aki most először vakációzhat ilyen formában, mert az iskolája szakember hiányában nem tudta vállalni a táboroztatását. Itt a kisebb gyerekek vannak, a első, második, harmadik osztályosok, akiket nem szívesen viszel a pedagógus egy táborban, nagyon nagy a felelősség, hiszen rájuk különösen figyelni kell. A mozgás hatására hipogliklémia alakulhat ki, a vércukorszint csökken, ami akár, hogyha nem veszik észre, vagy nem kezelik, akár eszméletvesztéssel is jár. 3001-es típusú cukorbetegséggel küzdő kisgyerek él Magyarországon. Közülük 400-an táborozhatnak idén a közmédia Jónak lenni jó műsorának köszönhetően. Tavaly decemberben ugyanis jótékonysági akciót hirdettek a cukorbeteg gyerekek táboroztatás érdekében. Az akció során 130 millió forintot ajánlottak fel magánszemélyek és különböző szervezetek. A kezdeményezést ráadásul civil szervezetek és a kormány is támogatta. Nagyon jó példa és nagyon jó modell a kormányzat, az adományozók és a civil szervezetek együttműködésére ez az akció, hiszen több mint 18 helyszínen kerülnek megrendezésre ezek a táborok a diabéteszes gyermekek számára, és 11 szakmai szervezet közreműködik a táboroknak a lebonyolításában. Nyíregyházán a táborhoz a Humánnet alapítvány biztosítja a helyet, a nyírségi diabéteszes gyermekekért és fiatalokért egyesület pedig a szakembereket. Mindezt úgy, hogy az önkormányzat támogatását is élvezik. A cukorbeteg gyermekek az egy nehéz próbatételt jelent a családoknak, és sokszor egyedül érzik magukat. Én azt gondolom, ha, ahogy láttuk a gyerekeket, akik itt vannak a napközis táborban, ők nem érzik magukat egyedül, és a családok sem. Úgyhogy nagyon örülök ennek a központi támogatásnak. Ez itt Nyíregyházán erősíti azt az önkormányzati önként vállalt feladatellátást, amit a civil szervezetekkel együtt végzünk. A nyíregyházi tábor egy hétig tart, így még számos izgalmas program vár a gyerekekre. Közben az is kiderült, hogy a kormány segítségével jövőre is rendeznek majd országszerte diabéteszes táborokat.